Ez a kívánságszolgálata, heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Mára is egy tartalmas fél órát ígérhetek. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, vagy akár SMS-ben is üzenhetnek, és műsorainkat visszanézhetik YouTube csatornánkon, youtube.com/kívánságszolgálat. Bíztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára. Mára is osztom egy napi gondolatot, Szabó Magda Kossuth-díjas író műfordítótól származik, és így szól. Én voltak éppen két szülőkkel rendelkező, mégis árva gyereknek számító lény egyesüléséből születtem, akik gondoskodásban, szeretetben, kényeztetésben, megadott szabadságban rám zúdítottak mindent, ami valaha életükből kimaradt. Elgondolkodtató sorok. Ma is lesz vendégem itt a stúdióban, ide várom Farkas Izsák hegedűművészt, és természetesen az önök kérései kapják a főszerepet, nézzük is az első üzenetet. Rácz Gézáné Győrben a saját kedvére kérte a következő dalt, egyúttal szeretettel küldi minden ismerősének és mindenkinek, aki szereti. Boldoggá tenni, énekel Takács Nikolász. Fontos, hogy tudd, mi az boldoggá tenni, igazán boldoggá tenni. Adni úgy, hogy közben nem bánsz. Érte mást, egy őszinte mosolyt, és ő épp odahajol, csengével többet mond, pár szónál. Úgy, fogy az idő, elmúlik majd, amit dicső. Kérdezd meg, hogy mi számít igazán. Adj, hogyha szeretsz, nyisd meg a szíved, ha szeretsz, ha őt megtaláltad, hirdest a világ. Te is boldoggá. Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, itt van velem a stúdióban Farkas Izsák hegedűművész. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek. A kívánságkosárban beszélgettünk utoljára, az jó pár éve volt, és a pályafutásod viszont töretlenül ível fölfele, több formációval, sok mindent tudunk említeni az előttünk álló néhány percben. Ugye 2010-ben végeztél, mint hegedűművész, és onnantól gyakorlatilag magad alá gyűrted az egész világot. Egyáltalán egy pillanatra, ha visszamegyünk a legelejére, miért pont a hegedű lett az a hangszer, meg egyáltalán hogy jött neked, hogy a zeneművészettel ilyen szinten foglalkozzál? Hát a hangszerválasztás az igazából olyan egyszerű volt, anyukám azt mondta, hogy te fiam, te most hegedülni fogsz. Ez nyilván több okból is történhetett, nyilván az egyik oka például az, hogy anyukám is hegedült zeneiskolában, és ezért, hogyha bármi kérdés volt, akkor ő tudott nekem segíteni otthon. 7 testvérem van, és mind a 8-an zenéltünk ilyen zeneiskolai szinten. Van családi zenekar is? Volt családi zenekar, de aztán egy idő, ahogy nőttünk, úgy kialakult, hogy ki miben a legtehetségesebb, és abba az irányba ment el. Szóval a 8 gyerekből én lettem az első, aki a zenei irányba ment professzionális szinten, és még 3 testvérem követett, de a többiek is nagyon tehetségesek, csak ők más szakirányba mentek tovább. Van közöttük például borász is, aminek szintén van köze a zenéhez, ugye, de másik megközelítésből. Szóval a hangszer... Jó borhoz jó zene kell. Így van. Szóval a hangszerválasztás az kb. Így, és hogy visszatérni a kezdetekhez, hogy alakult ki az, hogy én így zenész leszek. Soha nem felejtem el, megkérdezték, amikor kicsi voltam, mi leszek, ha nagy leszek, és azt mondtam, hogy híres.
És hát elég nagy tágfogalom, de ebben ez például így... benne van a művészet is, mint olyan, és akkor ez így mindig lebegett a szemem előtt, hogy én híres akarok lenni, ebbe az irányba kell menni, és hát a zene volt az, amiben legtehetségesebb voltam, és akkor ezt így... Ezt erre igazából részben is választ kaptam a következő kérdésre, hogy nagyon sokaknak gyermekként mondják, hogy ez a hangszer, az a hangszer, ide jár, oda jár. Aztán amikor egy picit alakul az ember gondolkodása, és nem érez hozzá affinitást, akkor úgy, hogy van, szögre akasztja az egészet. Ezek szerint te örömödet leltél benne. Nekem alap a zenében az, hogy játék. És az, hogy mindent így játékosan így meg lehet oldani, és ezért hát nyilván már abból is játékot űztem, hogy a zeneiskolásként a tanárt arra kértem, hogy mindig játsszál nekem a darabot, hogy itt tényleg így jobban megismerjem. Igazából a hátsó szándék az volt, hogy ne kelljen kottából játszanom, hanem hallás igen, után igen. Gyorsabban megtanultam, és ezt is így játékosan intéztem el. Aztán nyilván a középiskolába, a zeneművészeti szakközépiskolába is abból űztem azért játékot, hogy nálunk ugye a főtárgy vizsga, a hegedű vizsga a legfontosabb. És hát adj Isten, volt egyik főtárgyvizsga, az pont a Bolondok napjára esett. Nyilván mindenki gyakorolt, én meg a hajamat állítottam be, és ez ilyen mamut. A megjelenés, mert a Bolondok napja van, valamit kell csinálni. És hát már a Zeneakadémiára már úgy mentem, hogy már tudtam, hogy én nem annyira a klasszikus zenét fogom előtérbe helyezni a zenén belül, hanem inkább a könnyű zenei vonalat fogom erősíteni, és már ezzel az attitűddel, ezzel a gondolkodással mentem a Zeneakadémiára, hogy tanuljuk meg, mert ez az alapja, a klasszikus zene az alapja ugye mindennek, és ezt mai napig ezt tartom, de már abba, céltudatosan abba az irányba mentem, hogy a könnyű zenébe egy olyan alapot építsek, amiből lehet így táplálkozni, értsd alatta, hogy elkezdtem foglalkozni az elektromos hegedűvel. Na erre vagyok pont kíváncsi, gondolatolvasó, hogy az elektromos hegedű hogyan került be az életedbe, és laikusként hogyan éli meg egy művész, mennyiben kell rajta másképp játszani, mennyire kell kordában tartani azt a hangszert, mi történik ott benned? Számomra a hegedű az mindig is az akusztikus hegedű lesz. Az elektromos hegedű számomra egy másik hangszer, viszont ez egy olyan lehetőségeket nyit meg, olyan ajtók nyílnak meg. Az elektromos hegedű és a hozzátartozó effektpedálok és looperpedálok segítségével meghatványozódik az a lehetőség, amit a színpadon, illetve a stúdióban ki tudok fejezni. Mert ugye az effektek segítségével megváltoztatom a hegedűnek a hangját, ezáltal egy hangszerről beszélünk, de mégis, mintha több hangszer lenne. És hogyha mindezt föl is veszem a looper pedállal élőben, ugye koncerten, a közönség azt látja, hogy egy hangszeres áll a színpadon, egy hangszeres művész, de mégis, mintha egy egész zenekart hallanám. Egy idő után ezek így fölépülnek. Viszont technikailag, ami még hozzátartozik, ugye ahogy mondtam, ez egy más hangszer, más hangképzést is, meg más technikát is kíván magától. Az akusztikus hangszerben, az akusztikus hegedűben iszonyat nagy skála van dinamikailag, lehet nagyon finoman, éppen alig hallhatóan. Az elektromos hegedűnél azért kell egy hangerő, hogy megszólaljon egyáltalán. Szóval például, hogy ezt úgy tudom érzékeltetni, hogy Zeneakadémia után egy 5-6 évig leginkább elektromos hangszerrel játszottam, mert tényleg így nagyon-nagyon belementem. És aztán így elővettem az akusztikus hegedűt egy klasszikus zenei koncertre, és hát azért vissza kellett puhuljak, mert igen. Az elektromos hangszerrel mondjuk alapvetően így kell játszani, az akusztikus hangszerrel pedig ilyen finom. Óriási ez a játszótér igazán. Az Infusion Trio-val van egy filmünk, amit mindjárt megnézünk. Javaslom, dőljenek hátra, a popcornt oda lehet készíteni, egy igazi kis film következik. Két mondatban esetleg felvezetni? Nagyon azt tudom, hogy kalandos volt. Nagyon-nagyon-nagyon kalandos volt az egész klip forgatás, és hát egy mesebeli helyszínen történt. Sümegi várba forgattuk, és előtte le is mentünk megnézni, hát elájultunk, hogy mennyire gyönyörű, és már tudtuk, hogy ez csodálatos lett, és Czoller Bence barátunk rendezte, és így ő volt ennek a forgatókönyvírója, meg az egész egy övezényelte le, és hát valami eszmény. Jó, de nem a lovagi tornával számoltatok előzetesen. Egyáltalán nem. Tehát itt valami egész más volt a terv. Hát aznap is az volt a terv, hogy jönnek majd a táncosok, és a nap első részében a zenekart vesszük, és akkor majd délután jönnek a táncosok, és akkor ebéd szünetben kaptuk az SMS-t, hogy ők bizony nem érkeznek, mert lebetegedtek. Azt a mindenit. És akkor ott teljes zuhanás, és ebéd szünet alatt konkrétan újra kellett
rakni a koncepciót, újra kellett gondolni, de hát nagyon nagy szerencsénk volt, mert a Sümegi Várból, aki ott velünk volt, ő rendelkezésünkre bocsájtotta a lovagi tornás srácokat és lovakat, és ez egy olyan végeredmény lett, amit szerintem... Szerintem is, dőljenek hátra és nézzük a filmet együtt. Bevallom őszintén, még nézném tovább, úgyhogy várjuk a folytatást egyébként. Végül is összegezhetjük, hogy slágerek új hangzásban ez a filozófia? Igen, végül is mondhatjuk így. Nekem valamiért már a kezdetek óta a játékosság mellett benne van az is, hogy
közönséget úgy tudom megfogni, hogyha azokat az ismert dallamokat így bejátszom. Ez improvizációban előszeretettel használom, hogy játszom, amit így gondolok, ami ott abban a pillanatban így kipattan a fejemből, de hogy beleteszünk ilyen ismert dallamokat, akkor az egy olyan kapcsolat köztem és a közönség között, hogy felriadt, hogy azt ő ismeri. Mondjál még nekem két nevet, az Infusion Trióban ki volt a két másik úriember, hogy teljes legyen azért így van, ez a így kép van. Is, és Weiss Nándor, az ütőhangszeres művészünk, és Simkó Várnagy Mihály, ő pedig a csellistánk. 6 évig a Víg Színházban is ott voltál, nem is akárhol, hegedűs a háztetőn. Így van, hát nagyon izgalmas év volt 10 évvel ezelőtt, amikor megkerestek, hogy Víg Színházban indul egy új darab, a hegedűs a háztetőn, és hogy ebbe keresik a címszereplőt, a hegedűst. És akkor kérdeztem is, hogy hogy jutottatok el hozzám, és akkor mondták, hogy már zajlottak a próbák, vagy elkezdődött ott a mozgolódás, és akkor kérdezték a Víg Színház kórusát, hogy nem tudnak egy, és mindenki kb. Egyöntetülő, hát ki más, hát az csak az Izsák lehet. De most ennél nagyobb elismerés, jöhetnek hát a díjak, meg bármilyen kitüntetés, de ennél nagyobb elismerés. Hát erre ugrottam egyből, mert gyerekkorom óta az, hogy színház, hogy mi is van a színfalak mögött, hogy, és akkor érted, elmegyek ott az első próbára, olvasó próba, és akkor meghallottam ezeket a színészeket. Inkább a hangokat ismerem, kevésbé a neveket, inkább a hangokat is így meghallottam, hogy úristen, a Vissza a jövőbe Doki, ott van mellettem Rajón Ádám. És akkor legnagyobb színészekkel ott együtt játszhattam színpadon, jelmezben. Akik rögtön partnernek tekintettek, abszolút, tehát ez ugye azért egy leszögezendő hát dolog. Nagyon izgalmas volt, nagyon izgalmas volt. Zárásképpen csak tőmondatban a tanítással jelenleg mi a helyzet, azért itt felborult a világ. Hát rendesen. Felborult teljesen a világ. Alapvetően én a koncertezésből éltem, ami ugye most így egy éve már egy kicsit így haldoklik. Vagy így... Na most a YouTube csatornádat látva nem unatkozol. Hát nem, igen, mert megpróbáltam a lehetőséget megtalálni ebben a szörnyű helyzetben, és nem a problémát. Úgyhogy alapvetően az elmúlt időszak számomra inkább az alkotásról szólt, hogy tápláljam a social felületeimet, és morzsával etessem a népet. Úgyhogy ez van, magántanítványaim vannak, ezeket úgy adjuk meg, hogy ilyen szépen rugalmasan, de ott is mindig az alapvető motiváció az, hogy játszunk. Legyen ez egy záró gondolat, de csak átmenetileg folytassuk majd ezt a beszélgetést, akár egy 7 órás vendég keretében, mert itt sokkal több van, mint ami ebbe a néhány percbe belefér. A Csitári hegyek alatt erre egy mondatot még azért adok, hogy felvezessük, és talán a jövőbe mutathat. Ez a népdal feldolgozás, amit most meg fogunk nézni, ez a születésnapomon készült, ami igazából nem ez a lényeg, hanem hogy anyukámnak is ugyanezen a napon van a születésnapja, és neki ez a kedvenc népdala, és ezt adtam neki tavaly. Utólag is mindenkinek nagyon sok boldogságot, köszönöm, hogy jöttél, és akkor nézzük meg ezt a klipet is. Thank you.
Farkas Izsák volt a vendégem az elmúlt percekben itt a stúdióban. Folytassuk a mai naphoz köthető évfordulókkal. 118 éve született Rideg Sándor Kossuth és József Attila díjas író. Indul a Bakterház, hogy csak egy címet kiemeljek a munkásságából. 98 éve született Franco Zeffirelli, olasz filmrendező, forgatókönyvíró, színházi és operarendező. 92 éve látott napvilágot, Gombos Katalin színésznő, érdemes művész, Sinkovics Imre felesége volt, és 82 éve született Egyed László kossuthdíjas geofizikus, egyetemi tanár, japán kutató. Álljon itt egy újabb üzenet. Váci Kinga Esztergomban szeretné meghallgatni a következő dalt, szeretettel küldi barátnőinek. Édes szempár, énekel Radics Márk. Nem kell hazug szerelem, én az igazit keresem. Nem vagyok én olyan srác, aki csak úgy kihasznál. Nem kellenek rossz napok és magányos hónapok. Nekem kell egy igaz kincs, kinek földön párja nincs. Legyen édes szempár, és érezzem már vagy szerelmét. Nekem úgy érzem jár, megérdemlem valaki hű szívét. Legyen szélem, torsz szemmi, varázslatosan csak is felém száll. Nem kell hamis kacsintás, megtévesztő csábítás. Nem én vagyok az a srác, aki tudod erre vár. Nem kellenek rossz idők, viharok és hígesők. Nekem tudd meg, te kell lesz, és benned minden meg lesz. Legyen édes szempár, és érezzem már vagy szerelmét. Nekem úgy érzem jár, megérdemlem valaki hű szívét. Legyen szépen tor szemmi, varázslatosan csak is felém száll. Gyere már, ó, édes szempár, ó, édes szempár. Minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13 óra 15 perctől nézhetik meg. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Korábbi adásainkat tértől és időtől függetlenül visszanézhetik YouTube csatornánkon is. Írják be az internetes keresőbe címünket youtube.com/kívánságszolgálat. Bíztatom Önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Folytassuk még a mai naphoz köthető évfordulók sorát, és mindenek előtt egy pontosítás. 107 éve született Egyed László kossuthdíjas geofizikus, egyetemi tanár, japán kutató. 91 éve látott napvilágot Sós Imre színész, Körhinta, Lilionfi, és a címeket még hosszasan lehetne sorolni. 88 éve született Nagy Attila, kétszeres Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes művész, és 90 éve kezdte meg adását a Vatikáni Rádió. Természetesen továbbra is az Önök üzenetei kapják a főszerepet, nézzünk egy újabbat. Piros Melinda egy korábbi adásunkban látta a következő felvételt, szeretné újra kérni, szeretettel küldjük. Hiányzol még, énekel Rák Kati.
gyönyörű szép veled az egész világ. Ajkad ízét érzi a szám. Kinek mondjam most el, gyere bújj én hozzám. Hiányzol még, miért tagadnám? Végtelen út lett az éjszakám. Ajkad ízét érzi a szám. Kinek mondjam most el, gyere bújj én hozzám. Szeretnélek megtalálni újra, virrasztani két karodba bújva, átölelni minden áldott reggel, hozzád bújni égő szerelemmel. Holdas éjjel sétálni a parton, sejmes bőröt simogatna arcom, elmondanám mennyire szeretlek, amíg élek, soha nem feledlek. Tartogatunk még egy üzenetet a hozzátartozó dalkéréssel a mai adásra, így szól. Sás Veronika klubtársait köszönti Szolnokon, üzeni mindenki nagyon vigyázzon magára, már nagyon várja, hogy újra találkozhassanak. Tölcsét csinálok a kezemből a Szenestéren. Zalatnai Cini következik. Lemezek közt böngészek én, csak is olyat, amin a szenes van, elnézhető körül. Sereg, siet
Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!